Oké. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a ma esti, a decemberi első dobantón. Én Bojtos Schwab Csilla vagyok, és ma este a kozmetikumokról, a nagyon kiváló DXN kozmetikumokról fogunk beszélgetni. Ez most egy kerekasztal beszélgetés lesz, tehát többen is megosztják majd velünk a tapasztalataikat. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogtok elmesélni. Egy nagyon rövid történetet én is hadd mondjak, amikor néhány évvel ezelőtt Ausztráliában jártunk, akkor elmentünk vendégségbe egy házaspárhoz, és akkor kaptam azt a bókot, hogy milyen szép a bőröd. Soha életemben előtte még ilyen típusú bókot nem kaptam, és nagyon elpirultam, meg megörültem neki, és rájöttem, hogy milyen univerzális bók ez. Tehát ezt lehet mondani fiatalnak, öregnek, férfinak, nőnek, ez egy nagyon jó leső érzés, ha valakinek a bőrét megdicsérik, akár azt is mondhatnák, hogy de jól nézel ki, de sokkal konkrétabb, hogy milyen szép a bőröd, és egyben azt is jelenti, hogy milyen egészséges vagy, igaz? Mert a bőrünk a tükre az egészségünknek. Úgyhogy remélem, hogy minél többen meg fogják kapni ezt a remek bókot, hogyha használják a DXN kozmetikumokat. Hadd adjam át a szót a mai este háziasszonyának, Cérna Tündinek, aki sok vendéget hívott, és ő fogja a ma estét levezényelni. Akkor jó szórakozást mindannyiunknak! Köszönöm szépen! És hát boldog Mikulást, mert hát ha elfelejtem majd mondani a beszélgetésünk végén, hogy remélem, hogy jók voltatok idén is, és majd sok finomságot fogtok kapni a télapótól, és szerintem a Boti is ennek nagyon örül. Ne? Ez meg fog történni. Na szóval, hogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy ilyen sokan vagyunk, és ma tényleg egy nagy, úgy képzelme, hogy egy nagy asztalnál ülünk, és megbeszéljük azt, hogy az elmúlt egy évben, mióta megjelentek a koreai, dél-koreai kozmetikumok a DXN palettáján, kinek milyen tapasztalata, öröme, boldogsága lett. Én azt gondolom, hogy abban biztosan egyet érthetünk, hogy kaptunk egészséges, jó termékeket, kaptunk élményt azzal, hogy ezeket nap mint nap használhatjuk, és szépséget, mert hogy aki használja, most mindegy, hogy ez belülről fakad ez a szépség, vagy látható az arcon, ez mindenképpen a miénk, és azt gondolom, mi itt hölgyek, meg hát vagyunk itt urak is, ezt biztosan aláírjátok, hogy ez egy ilyen hármas kombináció a DXN kozmetikumainál. És akkor egy gyors körkérdést szeretnék tenni, és a végén el fogom mondani, hogy miért kérdezem ezt. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy, és tényleg csak igen, nem, nem, igen, nem, nem, tehát ilyen nagyon röviden, hogy a DXN kozmetikumai előtt ápoltátok-e a bőrötöket, bőrápolás egyenlő tisztítás, és valamilyen krém. És akkor a maszkokat most hagyjuk, mert az kuriózum ebben a témában. Úgyhogy erre a két kérdésre várom a gyors válaszatokat, hogy nem kell kifejteni meg márkát mondani, csak azt, hogy igen, igen, nem, nem, nem igen, stb. Jó, kezdjük. Viszont a szót te ad, igen, Tündi. Igen, Ildi, Ildi, Elek Ildi. Néha, igen. Néha, néha igen. Oké, okay. Mirancsi? Néha. Néha okay. Igen. Néha igen. Oké, okay. Erika? Igen. Köszönöm. Viki? Igen. Ili? Nem. Csipkai Miki? Nagyon ritkán. Imi? Inkább nem. Kati? Oké. Okay. Jó, köszönöm szépen, erre majd később vissza fogok térni, hogy miért kérdezem. Ugye két termékcsaládja van a DXN-nek, ugye a Emmiracle, ami inkább a fiatalabb korosztálynak, mondjuk úgy, hogy 40 év alattiaknak javasoljuk, és van a Gempuri, ami pedig ugye 40 fölöttieknek, vagy az 50 pluszosoknak kötelező, így szoktam mondani, és van most ebben a körben ilyen is, meg olyan is, úgyhogy első körben azt szeretném kérdezni azokat, akik Emmiracle-t használnak, hogy röviden mondják el, hogy mit tapasztaltak. Mi volt az első benyomás akkor, amikor elkezdték használni, nyilván nem az első kezelés után, hanem amikor már így néhány napja reggel és este, vagy reggel, vagy este, vagy mindkét alkalommal használták. Úgyhogy Bíró Ancsi? Sokkal tisztább és frissebb érzést, vagy feszesebb érzést éreztem. Mindegyik terméket használtad, vagy kipróbáltad az elején már? Igen, tehát szedben vettem. Mármint, hogy a Gempuri, vagy csak a Miracle? Nem, a Miracle. Igen, az összeset egymás után.
Igen. Viki, te melyik termékkel kezdtél? Igazából legelőször a Gem Fury-nél próbáltam ki az arctejét, a többi termékét még nem próbáltam, csak a vendégeimnek, ugye az én bőrömre igazából, hát talán az még nem kell, de viszont a másikat, azt mindegyiket, de a Gem Fury-nek az arcteje az mindent vitt, tehát az olyan volt, mintha egy ilyen teljes kezeléssorozatot megcsináltam volna egymaga. Vikiről azt szeretném pluszba elmondani, hogy ő egyébként egy mesterkozmetikus, jelen pillanatban lakcím szerint is Svájcban él, tehát éppen a kozmetikumok egyik hazájában, vagy egy fellegvárában, és Viki nagyon is adott mindig arra, hogy nagyon jó minőségű készítményekkel dolgozza, a lehetőség szerint biokozmetikumokkal, és korábban is elképesztő nagy hírvivője volt az, hogy a DXM termékeket egyébként is, tehát a spirulinát, morinzit összekeverve ganodermával, milyen fantasztikus, meg joghurta, meg mindenfélével sok mindent kipróbált, és akkor most, hogy itt vannak az igazi valós kozmetikumok, úgyhogy nagyon vártam, hogy ő kipróbálja, és amikor itt volt nálam, és hát egy olyan 10 hónappal ezelőtt körülbelül, már nem is tudom pontosan, akkor elképesztő jó véleményt mondott, és tényleg alig vártam, hogy ő elkezdjen ezzel dolgozni effektíve, ne csak úgy magára, hanem hogy így a vendégeire is használja, úgyhogy az ő véleményem nekem nagyon fontos volt, amikor elkezdtem a termékeket használni, de köszönöm szépen. Menjünk most Dimihez, mert tudom, hogy ő is az M-Miracle termékcsaládból használ egy terméket, és azt elmondanád-e, hogy mi az, és milyen tapasztalatod volt. Honnan tudod, hogy mit használok? Nem tudom, látom a fürdőszobádba. Jön a kérdés, mit kerestem ott? Jó, lebuktam. Igen, borotválkozás után használom, nem rendszeresen, nem minden nap, de nagyon jó érzés, olyan nyugodt a bőröm utána. Olyan, mint egy balzsam. Tehát, hogy milyen. Egyébként a te melyik terméket használod, azt a legnagyobb kiszerelésű emóliumos, emulziós krémet. Igen, azt használom a te javaslatodra. És nagyon, nagyon, hát, mivel nem rendszeresen használom, nincs olyan tapasztalatom, mint aki minden nap használja természetesen, de rögtön érezni egy-egy alkalommal, és hogy teljesen más, puhább a bőröm, jó érzés utána, kellemes, érezni nem száraz, nem feszül a bőr, rögtön feltöltődik, tehát egy nagyon jó érzés utána. Úgyhogy... Kicsoda szakszavak, remek, köszönöm szépen. Ili, téged arról szeretnélek kérdezni, hogy te először az M-Miracle-t vásároltad meg, és utána pedig váltottál. És elmondanád-e, hogy mit tapasztaltál a Miracle-nál, és miért váltottál Gem Fury-ra? Hát ugye nem tudtam elmenni a képzésre, mert nekem munkanap volt aznap, és ahogy megjelentek a termékek, hát úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt a kéket. Nem tudtam, hogy milyen korosztálynak van, és januárban jöttem rá, hogy nem jól választottam. Én előtte semmit nem használtam a bőrömre, aki ismer, tudja, hogy nagyon-nagyon csúnya rozáciás az arcom, és ezeket a vegyszertartalmú termékeket egyáltalán nem bírtam használni. És már az M-Miracle-nél is nagyon jó tapasztalataim voltak, tehát az igazi tapasztalatok így 62 fele ballagva nyilván a Gem Fury-val kapcsolatban jöttek meg. Sokkal szebb a bőröm azóta. Hát azért, amikor stressz van, akkor mindig kijönnek a pattanások, de most bevetettem ezt a szappanos kezelést is, meg a fogkrémet, és akkor így kordába tudom tartani. Egyszerűen azt éreztem, hogy lélegzik a bőröm, hogy él, és hát nagyon örülök neki, hogy a DXM kifejlesztette ezeket a termékeket ezzel a koreai kozmetikai céggel karöltve, mert nagyon-nagyon jó minőségűek. Köszönöm szépen. Erika, te melyik termékcsaládot használod, és mi a tapasztalatod? Mit tudsz nekünk elmondani röviden? Illihez hasonlóan én is előbb a Miracle családdal kezdtem. Abból igazándiból nagyon imádtam, nyáron kezdtem el használni,
és nagyon imádtam az arctisztítót, és továbbra is imádom a habzótisztítót. Elég zsíros, tehát ilyen T-zónás zsíros, de ilyen elég problémás bőröm volt, így 50 fölött ugyan mindenki küszködik valamivel, és hihetetlenül élveztem, amikor arctisztítás után úgy fellélegzett a bőröm, és megvallom őszintén, én nem kedveltem a tonizálókat, tehát korábban egy másik cégnek ugye a termékeit használtam, de igen ritkán vetettem be a tonizálót, pedig tudtam én, hogy a tág pórusokat valahogy össze kéne húzni, de nem szerettem. És megmondom őszintén, a Miracle-el sem használtam a tonizálót, viszont nagyon imádtam az emulziós krémet, mert attól tényleg úgy éreztem, hogy feltöltődött a bőröm, éreztem, hogy hiányzik valami, tehát vízhiány, oxigénnel telítődött, és nyáron nagyon-nagyon bevált. Aztán menet közben viszont ugye elég mély ráncaim voltak, tehát ilyen mély ráncok voltak az arcomon, és úgy döntöttem, hogy hát akkor itt az ideje váltani, és átváltottam a Gempurira. Igazándiból most egy bő egy hónapja használom, és a teljes termék skálát, és megmondom őszintén, az októberi üzletépítőn, amikor elmesélted, hogy mindenképpen ki ne hagyjuk a tonizálást a tisztítás után, hát én megfogadtam a tanácsodat, és azt mondtam, hogy akkor, ha már ez a különleges termékcsalád rendelkezésemre áll, akkor folyamatosan mindegyiket használom, és a korábbi, ugye a tágpórusok miatt, hát azért csak itt-ott pattanások megjelentek, stb., és mióta ezt használom, tehát a családot, azt kell, hogy mondjam, hogy lekopogom, de egy darab pattanás nem jön elő, és nagyon szépen helyre állította, és úgy érzem, hogy így feltöltődött, megemelkedett a bőröm, illetve, hát most nem tudom, látszik-e, de azért a mély ráncaim nagyon-nagyon sokat csökkentek. Uh-huh. Nagyon büszke vagyok rá. Örülök, köszönöm nagyon szépen. Édith, azért hagytam a végére, illetve még Miki lesz, de Ildi is egy nagyon fontos személy a DXM-ben, mert hogy ő is a testtel, a lélekkel, a bőrrel foglalkozik, és nagy tapasztalatai vannak, és mi együtt elvégeztünk egy nagyon különleges tanfolyamot Pozsonyban a koreai cég tervezésében, ugye egy MRT-masztás, de most nem is erről szeretnélek kérdezni, de, mert hogy ugye te ezzel is nagyon-nagyon komolyan foglalkozol, hanem neked mik voltak a tapasztalataid a krémekkel kapcsolatosan, és mi az, amit te használsz, és az milyen érzés volt, amikor először elkezdted használni? Az én számomra az első csoda az akkor történt, amikor őt rögtön 9-én a bemutatón én is azok közé tartoztam, akik azt mondtam, hogy igen, én azonnal szeretném ezt kipróbálni. Mi korábban a másik kerekedékkel szerveztünk olyan kozmetikai bemutatót, ahol azokat a kis termékeket, amiket tudjátok, a kozmetikai kis füzete találtunk, ezekkel is hihetetlen módon tudtunk dolgozni, de hát azt mondtam, hogy ez, amit ott láttunk akkor, ez valóban valami csoda, és hát azonnal az Attila édesanyját kértem meg arra, hogy akkor nézzük már meg, hogy ez tényleg, vagy ott valami varázslat történt a színpadon, és akkor én nagy buzgalmamba fel is tettem azonnal az aletre. Tehát a mama hozzá járult ahhoz, hogy igen, mutassuk ezt meg. Na most nyilván akkor még nem azzal a technikával, mert azt azért valóban Pozsonyban sajátítottuk el úgy igazából, hanem azzal, amivel ugye hozott anyagból dolgoztam, és bravúros volt. Tehát akkor azt mondtam, hogy ez hihetetlen. Na most az volt az érdekes, hogy Attila dolgozott akkor, és ő másnap találkozott a mamával. Természetesen mind a két oldalát megcsináltam az arcának, és annyira megdöbbentő volt Attila számára, és azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, hogy ez valóban így van, tehát nekem ez volt az első tapasztalat, és utána én is 50 pluszos vagyok, ezért számomra evidens volt, hogy akkor ezt elkezdtem. Szintén én előtte nagyon ritkán használtam, egy másik nagy kozmetikai termékcsaládnak a termékeit használtam néha, itt, amikor itt megjelentek ezek a kis okosságok, és aztán, amiután tudtam, hogy azok állatkísérletekkel zajlanak, és nem is nagyon kicsi vált, akkor azt mondtam, hogy azt szépen nem kérek belőle, és aztán igazából a szappan maradt csak.
tehát azzal most a mindennek arcot, reggel és este is, és nekem igazából a masszázskrém volt az etalon, tehát nekem az valami olyan fenomenális érzés volt, én reggel és este is azt használtam úgy, hogy rajta hagytam este az arcomot, tehát nem mostam le a tisztító habot, tehát én azt bemasszíroztam, és körülbelül egy olyan 10 nap után azt éreztem, hogy valóban olyan, hogyha így kifeszítenék az arcomat. Tehát valaki mondta, talán nem tudom már ki, lehet, hogy érikette, mint hogyha ilyen élettel telt volna meg az arcom, és egyébként is nagyon keskeny arcom van, és a szemeim alatt is, ez is amióta éltem, mindig ilyen volt az élet, és úgy éreztem, hogy ez így látványosan javul. Mm. És aztán onnan kezdve a teljes termékpalettát igazából a Gentry-val végig a mai napig használom, és a Miracle pedig a gyerekeimnél, tehát Villa most lép a kiskamaszkorba, most már minden reggel és este az arctisztításnak egy nagyon komoly szerepe van az életében. Melinda pedig pontosan az a 20 plusz, akinek amikor a leges alkalommal teljesen végigcsináltam a kezelést, akkor azt mondta, hogy anya, hát ez valami szenvedés volt. Úgyhogy abszolút csak szuperet, hogy szóval róla beszélni. Köszönöm szépen! Közben eszembe jutott, amikor a gyerekekről beszéltél, hogy Ancsinak, Bira Ancsinak van egy nagyon jó tapasztalata Botonddal kapcsolatosan, hogy ezt oszd már meg velünk, kérlek, hogy mi történt, hogy jöttél rá, hogy mit kell használni nála, és az mit okozott. Uh-huh. Várta a Botonda fellépést, úgyhogy ide készítettük, hogy a tisztítóhabot szoktuk használni, mert neki nagyon száraz és érzékeny a bőre, és ki is szokott pirosodni, meg miteszerek is szoktak lenni rajta, és ez a pofikáját szoktuk bekenni, először ezzel megfürdik, utána egy icipici tonikot rakunk rá, hogy az egy pH egyensúly vissza álljon, és utána pedig este az ágyban még bekenem tetőtől talpig mindenét ezzel a emulzión krémmel. És elmúlt a szárazság, tehát azonnal másnap reggelre tehát hónapokon át tart, a kiskora óta nagyon száraz a bőre, és ha egyszer nagyon pici, nagyon vékonyan bekenem, akkor másnapra teljesen, mint a baba bőre. Tehát neki már nem olyan baba bőre van, de visszakapja az eredeti baba bőre állapotát. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ki az, aki a szemránckrémet használja közületek, és milyen tapasztalatot gyűjtött ezzel kapcsolatosan? Lehet vissza a szó, igen. Ancsi? Úgy különösebb tapasztalatni, ja igen, egy történetet el akartam mondani. Van egy ikertestvérem, és amióta én anyuka lettem, azóta volt különbség a két bőrünk között. Az ikertesomnak maradt a szép friss bőre, nekem meg az éjszakázások miatt egyre ráncosabb lett, egyre szürkébb. És amit elkezdtem használni, persze javasoltam neki is, hogy használja a termékeket, ő nem használja, és most egy hónapja vettem észre, amikor találkozunk, mindig méregetjük egymás arcát a tükörben, és most már megfordult a helyzet, hogy ő ráncosabb lett, én meg egyre kicsit. Úgyhogy ezek nagyon látványos eredmények. Köszönöm. Ildi, te jelentkeztél még, szemránckrém? Igen, hát nagy örömömre ezek azért nagyságrendileg kevesebben vannak, úgyhogy én nagyon büszke vagyok így a koromra és erre az egészre, és szerintem tényleg a saját tapasztalat, meg az a fajta hitelesség az, amiről nem is kell különösebben beszélni. Úgyhogy zseniális. Köszönöm. Szemránckrémmel kijelentkezett még, mert egy pillanatra beugrott nekem a képernyőre valami, és azt most le kellett lőnöm. Na, akkor mondom én, hogy én nem használtam korábban szemránckrémet, mert azt gondoltam, hogy nem tudom, tehát hogy mi különbség van vajon a szemkörnyéki bőr meg az egyéb bőr között, hát ma már tudom, hogy elképesztően sok, és aztán, amikor elkezdtem használni a termékeket, akkor ugye utána néztem annak is, meg nagyon sokat beszélgettem Kispeti Mariannával, aki ugye nagyon sok előadást tartott, ő is egy mester kozmetikus, és nagyon sok információja volt a termékekről, a dérpor reaktor közvetlenül.
és ő mondta nekem, hogy figyelj, Tündi, semmi más ne csinálj, este már akár nem is kell, hogy végigcsináld a teljes sor a termékekkel, hanem tisztítsd le az arcodat, estére tegyél föl szemránckrémet, és menjél aludni, és ez bőségesen elegendő lesz a szemednek, és aztán nyilván reggel már a teljes sor után tedd fel a szemránckrémet, és tényleg én is azt tapasztalom, hogy nyilván amik már megvannak, mély ráncok nem fognak eltűnni egyik napról a másikra, de azt érzem, hogy ez a vékony kis bőr, ami a szemem körül van, vagy az én szemem körül, de a tiétek körül is ugyanolyan vékony, sokkal vékonyabb, mint a többi bőrünk, hogy elképesztően jó feltöltődött azokkal a finom anyagokkal, vagy anyagoktól, amit tartalmaz a szemránckrém, úgyhogy ezt mindenkinek ezt javaslom, hogy ha semmi más éjszakára nem tesz föl, de egy szemránckrémmel együtt, meg az urával persze, bújjon ágyba, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó kombó lesz, meg fogja hálálni majd a bőr ezt a szemránckrémet. Igen, Erika, mondjad? Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy korábban a másik cégnek a termékeinél én rendszeresen használtam szemránckrémet, és igyekeztem ugye az életkoromnak megfelelőt választani, de nagyon egy jó idő után azt vettem észre, hogy egyszerűen nem hatott a termék, és amikor áttértem a Miracle-re, sőt, később pedig a Gempurira, ugye én a régi krémmel felhagytam, és azt kell, hogy mondjam, hogy szemránckrém nélkül is a szem körüli terület, különösen mióta a Gempurit használom, hát bizony, ugyanúgy, ahogy mondott, tehát a mély ráncok azok nem tűnnek el, de annyira halványá váltak, hogy hihetetlen. És ez nem a szemránckrém, úgyhogy azt hiszem, követem a példátokat. Nekem is megvan a kis szemránckrém, csak nem használtam még, de akkor az estét, nagyon szépen köszönöm a tippet, használni fogom. Szuper, oké. Okay. Van-e valakinek akár a egyes krémmel kapcsolatosan valamilyen jó tapasztalata, amit meg szeretne osztani? Ili jelentkezett. Elsőnek, bocsánat, megyünk sorba. Ili? A keresztlányomnak a kislánya, 5. osztályos, és hát elindultak a pattanások az arcán, és a tisztítóhabbal kezelik, és nagyon-nagyon szépen húzódnak vissza. Uh-huh. Úgyhogy ezt akartam még elmondani. Köszönjük szépen. Ancsi? Nekem is az volt a tapasztalatom, amikor elkezdtem a Miracle termékeket, hogy icipici miteszerek jelentek meg, hol itt, hol ott, hol amott, de ugye egy héten egy pici pötty, és másnapra elmúlt, tehát picit megjelent, de nem gyulladt be, megjelent, és utána eltűnt. Szerintem egy hónapon belül, tehát egy 4-5 volt csak, és azóta nem jelentkezett ilyen. Tehát ez tavaly volt, pont egy évvel ezelőtt, és azóta nem, tehát kitisztította. Per. Imi? Nem személyes tapasztalatot akarok megosztani, hanem egy ismerősömnek ajánlottam a CCC krémet. Uh-huh. Ami, hát először mondta, hogy hát drágák ezek a termékek, ő is be van regisztrálva, és akkor mondta, hogy milyen terméket használ, mennyibe kerül, és akkor mondta, hogy mennyibe kerül. Na, nézzük meg ennek az árát, kiderült, hogy ez még olcsóbb is, mint amit ő használ. És akkor így rögtön meg is rendelt egy CCC krémet, mert van neki ilyen bőrszín elváltozási különbség, és arra ezt a korrekciós krémet megrendelte, és nagy örömömre 3 nappal később felhívott, hogy mennyire jó ez a krém, mennyire jó a hatása, és azóta is használja rendszeresen. Mm. Úgyhogy tudom ajánlani másnak is. Szuper, köszönjük szépen. Csatlakoznék hozzátok, ha szabad. Igen, igen. Ugye az első tapasztalatot szeretném nektek elmondani, hogy én abban a szerencsés helyzetben voltam, ugye, hogy rögtön a bemutatón tavaly decemberben kaptam egy kezelést, bár ugye csak a fél arcomra és a Gempuri termékekkel. És ebben a nagy tapasztalás nem is az volt, amit éreztem így férfiként, és még sosem kapva kozmetikai kezelést, bár természetesen én is éreztem, hogy hú, valami itt ezen az oldalon teljesen más, mint a másikon, mert ugye ott fél arc kezelést kaptunk, hanem az, hogy ez egy szombati napon történt, és én hétfőn, mikor bementem az irodába, akkor a kollégám mondta, hogy hú, mi van? És még akkor is megvolt ugye az MRT masszázsnak az emelő hatásra, meg természetesen a Gempuri termékeknek az a hatása, hogy teljesen megváltoztatja akár egy kezelésnél is a bőrnek
konzisztenciáját, a feltöltöttségét, akár csak a csillogását is. Mm. És Imihez hasonlóan én is a Miracle termékcsaládból az emulzión krémet használom borotválkozás után, és nekem ezzel két tapasztalás van. Az egyik az, hogy sokkal kevesebb kell belőle, mint egy normál borotválkozás utáni férfiaknak készített termékből, mert én már régóta inkább ilyen balzsamos dolgokat használok, nem szeretem ezt a csípős arcszesz dolgot. A másik pedig az, hogy sokkal hosszabb ideig élve érezhető a hatása, talán ez is elhangzott, hogy napközben sem az van, hogy bekentem, aztán két óra múlva már nem is érződik belőle semmi, hanem sokkal hosszabb távon érezhető a hatás. A szemránc krémre pedig egy olyan nagyon egyszerű dolog, hogy a párom használja rendszeresen a szemránc krémet, ugye ezt nagyjából így valamikor áprilisban vásárolhatta, és most van az a periódus, amikor az utolsó cseppek jönnek ki belőle. Tehát, hogy nagyon hosszantartó, pedig ő tényleg rendszeresen használja ezt. Köszönöm szépen. Olyan jó volt tőled hallani azt, hogy mert ugye ezt nőtől, hogy mondjam, így még jobb, de hát egy fiútól meg elképesztő, hogy felteszem, és két óra múlva már hiányzik valami a bőrömről, na akkor ugye nem jó terméket használsz, és tök jól el tudtad mondani, hogy igen, a mi termékünknél gyakorlatilag estig ott marad a hatás, a rugalmasság, úgyhogy teljesen jó. Én Vikitől szeretném megkérdezni, hogy milyen olyan úgy de jó kifejezés vagy szó, milyen tapasztalatod van, amit akár kozmetikusként, akár pedig használóként megosztanál velünk. Az eddigieken kívül. Jó. Én azt tudnám hozzáfűzni ez az egészhez, hogy bár ugye kozmetikus vagyok most már elég régóta, de még így is mindig azt mondom, hogy mit tudom én, amikor azt mondjuk egy termékcsaládra, hogy 40 fölött, vagy 50 fölött, én mindig azt mondom, hogy egy kicsit mindig menjünk vissza, főleg, hogyha egy új vendég jött hozzám, akkor én nem szoktam az egész palettát mindig mindenkinek rárakni, meg az összes gépi kezelést, hanem mindig is a minimáról, a legalapabbról szoktam elkezdeni, ugyanis mindig azt vallottam, hogy ez ugyanolyan, mint az egész testünk, az izomzatunk, hogyha mit tudom én, teljesen egészséges valaki, de onnantól úgy dönt, hogy ő most nem akar sétálni, nem akar sportolni, és onnantól, most egy durva példa, valaki tolókocsiba tologattatja magát utána, akkor az összes izma hiába lenne meg a lehetőség arra, hogy egy sportember legyen, és maratont fusson, akkor is el fog ugye sorvadni, és nem fog dolgozni a szervezete, és a bőr ugyanilyen. És mindig is nagyon-nagyon későn kezdtem el krémeket használni, aztán amikor már azt mondták, hogy 30 fölött ezt kéne, akkor azt mondjuk 35 fölött kezdtem el, 20 évesen szinte semmit, inkább csak tényleg helyileg próbáltam a kis pattéimat kezelni, és ugyanígy vagyok ezekkel a termékcsaládokkal, hogy mindig egy kicsit visszahúzom, tehát hogyha van egy 52 éves vendég, akkor azt mondom, hogy próbálja ki a Miracle, tehát építsük föl, mert lehet, hogy két ugyanolyan korúnak az egyiknek elég lesz a kevesebb, és a kevesebb több, és hagyja, hogy a bőr elkezdjen kollagént termelni, és a bőr elkezdjen dolgozni, hasznosítja a peptideket, ugye a liposzóma technológiát. Ez volt az egyik, és szerintem ez nagyon működik. Egyrészt nem is jó szerintem mindig mindent rákenni, meg jó egy kicsit változtatni is, és szerintem mindenki tapasztalja ki, tehát használja, próbálja ki az egészet, minden terméket, és akkor ő úgy is észreveszi, hogy neki melyik az 1-2-3 termék, amivel tud variálni, és akkor mit tudom én, a téli időszakban használja ezt, a nyáriban azt, tehát mindig picit variálni, és én még azt is vallom, hogy nem kell talán reggel és este, tehát amilyen az életciklusunk. Tehát, hogyha mit tudom én, olyan helyen dolgozunk, ahol egész nap sok szennyeződés éri a bőr, akkor menjünk úgy. Persze fontos az, hogy az éjjeli a méretlenítést a bőrről egy picit áttonizáljuk, de mindig az adott életszakaszunknak, a korunknak, meg az életkörülményeinkhez próbáljuk igazítani. Ehhez sajnos mindenkinek magának kell, hogy rájönni, hogy mi a jó. A másik meg a tapasztalat, hogy a Gemturinak az arcmegemelő szérumát ajánlottam egy hölgynek, aki úgy fordult hozzám, hogy hát én még ilyen bőrt nem láttam. Tehát el lehet mondani, ez a tipikus rinocérosz bőr. Mint hogyha késsel nagyon lett volna vagdalva, barázdák a minden. Igazából megmondom őszintén, hogy tudom, hogy milyen szuper ez a termékcsalád, de hát nem sokat vártam őnála már. Tehát egyszerűen annyira mélyrendszerű voltak, hogy még én ilyet nem is láttam. Pedig ápolja magát, tehát
gyönyörű szép körmei vannak, úgyhogy gondolom, hogy az arcát is ápolt egy ideig. És most szólt vissza, elfogyott neki az első ampulla, most fogom neki rendelni a következőt, és azt mondta, hogy kinnomol dolgozik Ausztriába, megkérdezték tőle az osztriákok, hogy most mi van a bőrével. És akkor mondta, hogy semmi, nem akarta, vagy mit tudom én, félszág volt, vagy nem tudom. Megint megkérdezték meg, és addig nem hagyták békén, amíg el nem mondta, hogy mit használ, és mert egyszerűen ő maga is érzi, hogy sokkal finomabb lett, és tölti föl a bőrét, és egyszerűen észrevette a környezete is, és most ajánlja is kint is, és valószínűleg, hogy oda is fog vinni, és regisztrálni emberkéket. Úgyhogy ez nekem egy csoda tényleg, mert megmondom őszintén, hogy mondom, próbálja ki a legdrágább, ezt tudom ajánlani az egész férjából, az Ultra Plus-t, de nem akartam még mondani, hogy hát szerintem halottnak adjok, úgyhogy én döbbentem le a legjobban, hogy ezt, és miért hazudna. Tehát, hogy lehet, hogy majd kérek tőle fotót, hogy most még, amíg még olyan, aztán ki tudja, hova fog felvenni a bőre, szóval hihetetlen. Köszönöm szépen. Nagyon jót beszélgetünk, tehát, hogy így, mert onnan veszem észre, hogy repül az idő, és arra gondoltam, hogy még egy kis témánk van, és erről is beszéljünk, hagyjunk neki lehetőséget, ezek a maszkok. És hát én azt gondolom, én nem használtam korábban szövetmaszkot, tehát hogy nem tudom mivel összehasonlítani. Én egyet tapasztaltam, hogy most már maszk nélkül nem akarok élni, és az egyik legjobb terméke. Tehát én azt gondolom, a koreai cégnek, tehát azt gondolom, hogy míg a krémeknél azért ugye a rétegződés miatt, hogy ugye egymásra épülőek a termékek, kell idő arra, hogy ez azonnal, vagy hogy láthatóvá váljék, de a masznál azonnal érzed. Tehát ott egyből tapasztalod, és mindenki látja, aki találkozik veled, hogy valami történt a bőröddel. Úgyhogy ez irányú tapasztalatotokat osszátok meg, legyetek kedvesek. Ki használja a kakaósat, és akkor ez alapján mehetünk így sorba, kakaós maszk. Ki tud tapasztalatot mondani? Akkor Mirák, vagy a Gem Beauty? Oké, Erika, akkor kezdjük most veled. Hogy mondjam? Tehát a maszk használata az tényleg egy felüdülés. Először is ugye, miután az ember letisztította, az arcát felrakja, és én kolléganőimmel tartottunk itt egy kis maszkpartit egymással, és... Hát én már tudtam, hogy mire kell számítani, de tőlük a tapasztalatot szeretném igazán megosztani veletek, hogy hát először is azt mondták, amikor levették a maszkot, szépen túl voltunk rajta, és az első reakció az volt, hogy úristen, de ragyog a bőrünk. És teljesen ez tény és való, tehát ez, az, hogy ragyogtak, az valami fantasztikus volt. Tényleg a legjobbat hozta ki a bőrükből. 40-es, 50-es, 60-as korosztály volt, és egyik, tehát azt kell, hogy mondjam, egyikük szebb volt, mint a másik. A idősebb kolléganőmnek ugye az arcbőrén itt-ott már kisebb májfoltok jelentek meg a kezén. És az első reakciója az volt, miután kipróbálták a termékeket, a maszkot, hogy az ő kezük ilyen puha életükben nem volt. És a bőrük sem volt ilyen ragyogó és puha. És hát nekem ez megerősítés volt, és meg főleg az, hogy megnézték az én arcomat és a kezemet, hogy vannak-e rajtam vagy hát ilyen halványabb májfoltok, vagy valamik, és hát kiakadtak, hogy nem. És megkérdezték, hogy miért. Hát mondtam, hogy csak ezeknek a termékeknek köszönhetően, de tényleg egyébként a legjobb tapasztalat az, ahogy elkezdett ragyogni mindennyiünk bőre. És ez tényleg imádni való. Köszönöm. Csilla, te is jelentkeztél, úgyhogy akkor neked is megadom a szót. Csak egy nagyon friss tapasztalat, hogy valamelyik nap így... Van egy ilyen tükröm, aminek az egyik oldala ilyen duplára nagy, itt biztos ismeritek. Igen. Belenéztem közelről, elkövettem ezt a hibát, és akkor úristen, mennyi mit teszel? És így nekiestem, ahogy nem illik minden előkészítés, gőzölés és egyebek nélkül, aminek az lett az eredménye, hogy így égett a bőröm egy pár perc múlva, miután jól meggyötörtem, és volt nekem felbontva egy maszk az asztalomon,
hát ez most nem biztos, hogy látszik, a Jam Fury-nek a maszkja, és maradt még benne emulzió, biztos ti is tapasztaltátok, hogy milyen bőven, bőségesen van benne, és abból egy kicsivel kinyomkodtam a tasakból, és bekentem az arcom, szinte pillanatokon belül lenyugtatta a bőrt, tehát annyira kézzelfogható és gyors hatása van, hogy, és a pirosság is teljesen elmúlt, tehát hogy nem kellett még két napig ilyen nagy piros orral mászkálni, hanem rögtön megnyugtatta a bőröm. Úgyhogy én is nagyon szeretem a maszkot. Nem tudom, az előbb valaki jelentkezett. Ancsi? Én is egy gyors tapasztalatot szeretnék elmondani. Többször előfordult már, illetve egy év alatt kétszer, most szinte, hogy meg vagyok fázva, és a sok orrfújástól kiszáradt az orrom meg a szám, és egy éjszakai maszktól teljesen elmúlik. Uh-huh. És ez azért érdekes, mert amikor tavaly, vagy hát igen, még idén, január-február környékén szintén volt egy megfázásom, akkor használtam a Miracle termékeket, és azok nem vitték le ezt a gyulladást, hanem egy darab maszkra másnap sikerült. És még egy ezt a maszkhoz kapcsolódik, hogy 5-6 éven keresztül minden nyáron az egyik szememen ilyen allergiás reakciók voltak egy bizonyos hónapban, és szintén a Miracle termék családtól nem volt változás, viszont amikor elkezdtem használni a Jam Fury-t, akkor azóta nem jelentkezett. Tehát ez február környéke óta nem jelentkezik ez a piros gyulladás. És nyáron nem jelentkezett. Köszi. Ildi? Én is szeretnék megosztani egy zseniás tapasztalatot, egy nagyon-nagyon jó barátunknak, a feleségének az acélás volt a bőre, és ugye alig vártam, hogy úristen, akkor őt is elkényeztessem egy kicsit, és hihetetlen volt a maszk után, hogy szinte eltűnt az arcáról az a pirosság, ami érdekes volt, mert ahogy dolgoztunk ugye a termékekkel, előjött, és utána a maszk után gyakorlatilag teljesen elhalvány, úgyhogy van egy csomó képen, mindenhát nyilván nem tettük fel, de hát küldtük a férjének, hogy ezt érzd meg, úgyhogy tényleg zseniális a maszk, egyszerűen zseniális az is. És még majd, ha lesz a végén idő, akkor még erről szeretnék beszélni, mert ezzel is volt egy hihetetlen tapasztalata a napvégőről. Köszönöm, Viki! Csak annyit szerettem volna hozzátenni, mert az előbb fölírtam, de aztán mégis elfelejtettem, és most az Ancsi megint beszélt, eszembe jutott, hogy az RG-nél, amikor RG-kúrát csináltak a vendégeim, ők számoltak be arról, hogy kis pici pattanások, amit az Ancsi is mondott, hogy látta bőrükön, ugye, hogy mérettelenítette ugye a bőrüket is, és a Gem Fury-nál is ugyanezt a tapasztalatot ugye mondta az Ancsi, hogy kicsi pöttyök, pattanások, kis mitesztelek, és hogy ebből is látszik, hogy mennyire méretlenít is, tehát nem csak feltölt, hanem hogy a ganoderma itt is dolgozik, és először kipucolja, ami oda nem való. És még a májfoltokra visszatérve szerettem volna hozzászólni, hogy a megelőzés az nagyon fontos, hogy biztos mindenki észrevette, hogy a nagyszüleinek ugye ezek az öregkori májfoltok, ugye szinte mindenkinek a készfején, na azt érdemes főleg egész nyáron, amikor tehát a reggeli arcápolása, nyak és dekoltás, nem szabad elfelejteni, hogy ha nem is az egész kezünket naptejjel, de nyáron mindenképp a kézhátat, a kézfejet megelőzésként ugye akár a DXN-nek a Gem Fury UV krémjével bekenni, és főleg télen, hogyha pedig erős napsütés van, és a havon, akkor is ugyanúgy. Tehát a kezet igazából télen-nyáron érdemes védeni, és akkor én hiszem azt, hogy ezt akár el is lehet teljesen kerülni. Ezek a foltok, és sokkal egyszerűbb, mint akkor már eltüntetni, mikor már ugye kialakult. Úgyhogy és érdemes a fényvédelmet az arcon is ugyanebbe, aki májfoltosodásra hajlamos, vagy terhességnél, ugye a terhességi májfolt, ami elvileg eltűnik, de akkor is érdemes a megelőzésre fordítani, vagy aki látja, hogy a felmenői mire érzékeny a bőre, hogy mi várható, akkor már az ellen tenni. Uh-huh. Hát azokat a krémeket részesíti előnybe. Köszönjük szépen. Ildi? Igen, azt szeretem volna, és érdekes, hogy így hozzá kapcsolódik a vitézés. Igen, azért gondoltam. Hogy kint voltunk februárban Malajziában, aki csodálatos élmény volt, és teljesen elfelejtettük, hogy Attilán a kófehér bőre van. És hát ezzel rengeteget szenvedett az egész életében,
Természetesen kivittük a legfontosabb termékeket, nem ki tudja, hogy van-e ott már kint, vagy nincs. És képzeljétek el, hogy bekentük úgy az arcát, szerintem ezt is feltettem akkor a Facebookra, hogy rajta volt a sapka, volt a szemüveg, és igazából a fülét hagytuk ki, és mindenhol más, hát egész nap kint voltunk folyamatosan, mindenhol máshol valami csodálatosan szép volt a bőre. Tehát azért volt ez megdöbbentő, mert nem kellett utána semmiféle kémmel bekenni, hogy majd amit egyébként egy napozás után az ember megtesz, vagy amikor nagyon sok vizet veszik a bőre, a füle az lángvörös volt, mert azt így elfelejtettük bekenni. Úgyhogy olyat bizonyított, és most bemutatom, hogy ez igazából már a másodiknak a legvége, de még mindig van bele, mert nagyon-nagyon kicsit kellett használni, és mert a lilla is ilyen hófehérke bőrű, igazából egész nyáron ezt használtuk például, amikor meleg volt. És külön-külön lehetne mindegyik olódákat mesélni, de szerintem tényleg ezek, amik a leges legtöbbször előforduló történetek a hétköznapokban is. Teljesen mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt ennek az esetében. Köszönöm szépen! Én majd a nem sokára januárban néhány vállalkozó szellemű csajszival és úrral fogok tartani ilyen kis kozmetikai, a kozmetikumokkal kapcsolatosan egy ilyen házi képzést. Na és erre felkészülve most a maszkokat teljesen kielemeztem még egyszer, hogy most már ugye így, hogy most nem azért, mert über okos lettem, hogy kozmetikai suliba járok, csak másképp nézek most már bizonyos alapanyagokra, és végignéztem az összes hatóanyagot, ami a maszkokban található. És úgy képzeljétek el, hogy nincs benne, de még közepesen veszélyes sem. Tehát, hogy annyira elképesztően jó hatóanyagok vannak benne, hogy tényleg nem, aki nagyon keres, az sem talál benne gyakorlatilag így hibát, mert hogy vannak azért nyilván, akik nagyon adnak arra, mert érzékeny a bőrük, valamire allergiásak, és szeretnék, hogyha ezt elkerülnék, és megnézik a hatóanyagokat, nincs benne olyan. És a krémeknél ugyanez, most azért nem tudom 100%-osan kijelenteni, hogy ez így van, most csak azt mondom, amit tanultunk a kóreáiktól, hogy teljesen rendben vannak a termékek, mert hogy ezeknek a végig nézésével még folyamatban vagyok, de én nagyon szívesen majd még beszélgethetünk erről is, ez egy, most jut eszembe, hogy akár lehet egy ilyen jó téma, hogy a hatóanyagokkal kapcsolatosan nem is az, hogy ki mit gondol, hanem ugye az egyes hatóanyagoknak van hatásuk, és hogy azt ki hogyan érzi a bőrén, és hogy mit tapasztalt ezzel, mert ugye most nagyon általánosságban beszéltünk ebben a eredetileg fél órára tervezett kis időben, de azt gondolom, hogy innen is lehet látni, ez egy nagyon-nagyon jó téma a kozmetikumok, és szerintem összeülhetünk még egyszer egy pohár bor mellé, vagy egy pohár sör mellé, vagy egy jó kávé mellett, és még beszélgethetünk. Így zárásképpen csak annyit szeretnék mondani, és köszönöm a türelmeteket azoknak is, akik mint hallgatóság ültek itt, hogy nagyon-nagyon kevés kell a termékekből, ezt néhány hozzászólásból talán észrevettétek. Körülbelül 4-5 hónapig elegendő, hogyha szettet nézzük a szettek, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó érv a termékeink mellett, hogy nem kell 2-3 centis dolgot kinyomni a tubusból, nem kell hatalmasokat nyomkodni, hogy dió nagyságú, meg szilva nagyságú krémet kenj magadra, mert csupa ilyen van, hogy borsónyi, meg nem tudom én most milyen zöldséget mondják még, de hogy nagyon-nagyon kevés kell belőle, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog ezeknél a termékeknél. És nagyon jó az áruk, nagyon jó a pontértékük, és nagyon jól fizet érte a végszem, mert az SV értéke is elképesztően jó, úgyhogy azt gondolom, hogy üzletileg is nagyon megéri ezzel foglalkozni, és akár ez is lehet majd egy következő téma, hogy ki hogyan nyúlt hozzá üzletileg ezekhez a termékekhez. Csak egy rövid kérdés és egy rövid válasz, hogy van-e valakiben még maradt-e valami, amit nagyon szeretett volna elmondani, de nem jutottunk ide, vagy oda hozzá. Csilla. Azt szeretném csak mondani, hogy most újra hallgattam a Mr. Teónak az előadását a kozmetikai termékekről, azt a nem is tudom, 3 órásat. Igen. És abban mondja, hogy ugye
a méltán világhírű dél-koreai cégek közül kerestek partnert, hogy ezt a gyártást megoldják, és 2000 cég közül 2 olyat találtak, akiknek teljesen fedhetetlen, hogy mit használ fel, tehát hogy nincs benne tényleg semmiféle fölösleges kemikália, illetve az előállítás is olyan technológiával van, ami a legkiválóbb, úgyhogy tényleg bátran ajánlhatjuk az érdeklődőknek ezeket a termékeket, mert nagyon szuperek. Ez így van, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt meg elmondtad, mert ez egy nagyon fontos információ volt. Uh-huh. Akkor köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, és Csillát megkérem, hogy zárja le a ma estét. Jó, rendben, akkor mindenkinek köszönöm a terméktapasztalatot, biztosan maradt is még olyan, amit nem mondtatok el, akkor majd a legközelebbi kozmetikai témájú dobbantóban újra szót sort kerítünk rá. Köszönjük a megosztást, aki most nem volt itt, az nem hallhatja azt a after partit, amit mindjárt elkezdünk, a felvételt most megállítom, tartsatok velünk jövő szerdán a következő dobbantóban is. Sziasztok!